kattints a Törzsadatok, pénzügy, telepi költségnemek menüpontra. Itt találod a rendszerben szereplő telepi költségnemeket. A táblázat tetején található nyomtatás gombbal kinyomtathatod a listát. A mellette található export gombbal lementheted a listát Excel, CSV vagy PDF formátumban. Az export melletti gombbal pedig beállíthatod, hogy egy oldalon hány találatot mutasson a rendszer. Az új gomb megnyomásával új telepi költségnemet tudsz felvinni a rendszerbe. A következő ablakban add meg a költségnem nevét, illetve opcionálisan megjegyzést is írhatsz hozzá. Végül nyomd meg a zöld mentés gombot. A név sora felett láthatod, hogy a rendszer automatikusan adott a költségnemnek egy azonosító számot. Ekkor a telepi költségnem felkerül a rendszerbe. A piros visszagomb megnyomása után visszatérünk a listára. Itt az adott költségnem sorában található kék módosítás gombbal módosíthatod, a piros törlés gombbal pedig törölheted azt.